Ketten meghaltak egy légi balesetben, miután a levegőben összeütközött két vitorlázó Esztergom közelében. Az ütközés következtében az egyik vitorlázógép irányíthatatlanná vált, és lezuhant. Ezen a gépen egy oktató és a tanítványa utazott, ők nem élték túl a balesetet. A másik gépnek sikerült kényszerleszállást végrehajtania, az eset körülményeit még vizsgálják. Az ütközés után így nézett ki a lezuhant vitorlázó. Ezen a gépen egy oktató és a növendéke repült. A másik vitorlázót egy növendéknek számító pilóta vezette. Az ütközés következtében az egyik jármű, amelyben ketten utaztak, a földbe csapódott. A két férfi, aki a járműben utazott, a helyszínen életét vesztette. A másik járműben utazó férfi kényszerleszállást hajtott végre, ő nem sérült meg a balesetben. Híradónknak azt mondta a közlekedés biztonsági szervezet kommunikációs vezetője, hogy éppen a leszálláshoz készült mind a két vitorlázó, amikor a tragédia történt. Az egyik repülőgép egyenes pályán, a másik oldalról fordulóval közelítette meg a leszálló siklópályát, és itt történt, hogy összeütközött a két repülőgép körülbelül egy olyan 50-100 méter magasságon. Az ütközés következtében annak a repülőgépnek, amelyen az oktató és növendéke tartózkodott, leszakadt a farok része. Mivel a vitorlázónak itt helyezkedik el a magassági kormánya, a gép irányíthatatlanná vált és lezuhant. A másik gép is súlyos sérüléseket szenvedett, de ezzel a pilóta még le tudott szállni. Kamerán kívül azt mondta híradónknak az egyik szintén itt tanuló pilóta növendék, hogy a lezuhant gépen utazó oktató nyugdíjas korú volt, tanítványa pedig egy 30 év körüli férfi volt. Ő korábban máshol tanult, de mivel azt a repülőteret bezárták, Esztergomban folytatta tanulmányait. Körülbelül 2 éve kezdett el repülni. Információink szerint az életben maradt pilótát még nem tudták meghallgatni a baleset körülményeit vizsgáló szakemberek. Jelenleg úgy tűnik, az ütközésig mindkét gép vezethető állapotban volt, de ezt még több vizsgálatnak kell alátámasztania.